Januárban két magyarországi szárnyas tartótelepen is kimutatták a madárinfluenzát. Néhány nappal később Kína közölte, hogy semmilyen baromfés vízi szárnyas terméket nem importál Magyarországról. Kína nem az első volt, korábban 9 ország, köztük Dél-Korea és Izrael is korlátozta a magyar baromfi hús bevitelét. A betegség egyelőre nem jelent meg máshol az országban, viszont már így is óriási károkat okoz. Évekig tartott ugyanis, amíg a tiltást elrendelő államok újra beengedik a magyar húst. A madárinfluenza ellen egyelőre nem létezik hatékony gyógyszer, és a baromfi terméktanács elnöke azt mondja, ha létezne, sem lenne igazán jó megoldás a gyógyszerezés. A különböző ázsiai országok a különböző szállítmányokat, azokat ellenőrzik. Na most, hogyha találnak egy madárinfluenza elleni ellenanyagot ebben a testrészben, húsban, vérben, akkor ugye felmerül a gyanú, hogy ez egy fertőzött állomány volt, és jelenleg ugye nincs olyan metodika, amivel ezt az ellenanyagot el tudjuk különíteni a vakcina ellenanyagtól. Vagyis a húsban levő gyógyszernyomok bizonytalanságot okoznának, mert a vevők nem tudnák biztosra venni, hogy az állatok nem fertőzöttek meg madárinfluenzával. A szakértő szerint éppen ezért hosszú távon a gyógyszeres kezelés helyett inkább a betegség terjedésének megállítása lehet hatékony védekezési módszer. A járványvédelemnek a nagyon szigorú fejlesztése, és ezeknek a fejlesztésekhez ez forrást is kell biztosítani. A forrás pedig meg is lesz, ezt néhány napja a Facebookon egy videóban jelentette be Nagy István agrárminiszter. A szaktárca vezetője azt mondta, pályázatokat írnak ki, amikkel az állattartók a telepeiket korszerűsíthetik. Újra nyitjuk a vidékfejlesztési program ágazati állattartó telepek korszerűsítését célzó pályázati felhívásokat. A két felhívásra alapvetően a korábbi felhívások feltételei szerint lehet majd pályázni azzal, hogy az újra nyitott felhívásban célzottan jelenik majd meg a telepi járványügyi fejlesztések támogatása, így például fertőtlenítő berendezések, kerítések, vagy éppen telepi hullaégetők létesítése. Az állattartó telepek korszerűsítését célzó pályázatok a tervek szerint márciusig jelennek meg.